Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Nálunk mindenki ezt hiszük, sáckként örüljük ki, és itt vagyunk egy következő Minecraftos videóban. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Az elején lehet, hogy lehetett engem véletlen hallani, egy kicsit későn köszöntem be. Na de mindegy, váljunk is bele a dolgokba, itt tart velem szokásosan a kis Wolf, így is van. Na, menjünk akkor bele a dolgokba, mindenki menjünk normálisan tevékenykedni a faluba, meg ilyenek. Csak előtte kivesszük a cuccainkat, meg ilyesmi. Jó királyság, és amúgy esküszöm, kedvem támad valami tökre jó kis sorozathoz, amit lehet, hogy el fogok kezdeni majd a Dani Minecraft csatornán, majd a tényleg, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye majd ez a videó után kezdődik a következő videóm, a Dani Minecraft, nem, Dani Kalandok nevű csatornámon, szóval ott találkozunk, mindenféleképpen majd ez a videó után menjetek át oda is, és akkor vágjunk is bele a dolgokba. Na, kis remélem, készen állsz, menjünk szépen fejlődni meg minden. Elsősorban meg akarom keresni a kovácsot, hogy mi van vele. Hát, ha lesznek valami normális cuccai, de nincs is kovácsunk. Tehát nincs is kovácsunk, meg... Hova tűntek a falusiak? Na várjatok már, volt egy csomó falusink. Hát ez így eléggé érdekes. Én azt mondom, hogy van egy csomó falusink. Na várjatok, átnézzük a házakat. Biztos itt vannak valahol. Hol vagytok? Halló? Itt... itt egy falusi. Hello, szia, cső, hello, te... Mizu van? Hol vannak a többiek? Vagy nem tudom. Mindenki eltűnt, meg nem látok senkit itt, nem tudom. Aha, értem, ez így nagyon jó, úristen. Mi az? Mennem, mi az? Mennem kell. Hova megy? Mi van? Na látok már, kövessük már, hova megy? Nyugi, mondjad, hova mész? Hallod? Hova mész? Mizu van? Dolgom van, aha, értem, elfelejtettem, oké, rendben van, szia, hello, cső, menj csak, megyek, nyugi, megyek, hello, hova megy, hova megy, nézzük meg, hogy hova megy, vagy mit csinál, leásik, vagy nem tudom, leásik, ja, leásott, vagy nem tudom, de mit csinál, visszavette az egészet, nagyszerű, utána menjünk, vagy mi legyen? Tehát miért ment ide le? És hova tűnt mindenki? Wolf, várj! Mire várjak? Mondjad kis. Mondjuk, hogy jó, és lehet, hogy nem kéne csak úgy mennem. Hallgassunk. Hallgassunk. Jó, hát... Hát hallgassunk. Lehet rabló. Jó, de hát, hogyha rabló lenne, akkor nem lerázni akarna, hanem azt akarná, hogy vele menjek logikusan, vagy nem tudom. Jó, hát nem tudom, igazából mindegy. Menjünk le. Aha, itt van valami járat. Itt van valami járat. Wolf, akkor menjünk, hát... Na várjatok már, itt vannak a falusiak. Hello. Cső, sziasztok, ti miért vagytok itt? Miért van mindenki itt lent? Vagy mizu van? Jézusom, mennyi itt van az összes, minden falusi itt van. Ti miért vagytok itt? Laci, gáz van. Halljátok, ti miért vagytok itt? Miért van itt mindenki? Mizu van? Miért? Most mi van? Kiadtok valami buliból? Vagy nem tudom, bujocskáztok? Meg akartunk trollkodni, ha. Hát, ezzel, hogy elmentek, vagy mi? Ez így nem tudom. Ez így nem túl trollkodásos, vagy fogalmam sincsen. Ez inkább, nem tudom, mint hogyha bujkálnátok, vagy fogalmam sincsen, de most mi van? Srácok, de komolyan mondom, most elmentek ide, és eltitkoljátok előlem, és még a legutolsó falusnak is elmondtátok, de nekem nem, még kisnek se. Senkinek, vagy kis, te tudtál erről? Te tudtál erről, kis? Mi baj tudott? Mi baj tudott? Mi baj, hogy bevatták? Wolf, miről? Mindegy, akkor semmiről. Kis azt tudja, hogy mi van. Kis csak úgy itt van. Ő nem hallott idáig semmit, ő csak úgy, nem tudom, itt van, ül, áll, meg szívja a levegőt, azt ennyi. Ő semmiről, izé, mellékszereplő. Igen, kis az csak követ minket, hát, ja, persze. Jó, nagyszerű, hát köszönöm kis, hogy kiálltál mellettem, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval, falusiak, figyeljetek már ide, mi van itt? Tehát, hogy mit csináltok itt, amúgy nem tudom miért ugráltok, de látom nagyon örültök nekem. Mi van itt? Halljátok? Tehát mit csináltok?
Miért csináltatok ezt az egészet? Miért jöttetek le? Valaki beszéljen már! El kéne neki mondani. Hát, ja, jó lenne, hogyha elmondanátok, nem. Hát, mi, de... Wow. Nem szabad. Mondjátok már el, hogy mi van! Halljátok, hát nem tudok semmiről, mi az, hogy nem szabad? Meghülyültél? Ó, Istenem. Most mi van? Nem tudhat róla. Jaj, de engem meg ez kell, szóval inkább elmegyek, jó? Komolyan mondom, inkább elmegyek, inkább hagyjatok békén, inkább elködzök egy másik faluba, hogyha ennyire zavar, hogy itt vagyok. Jó, elmondjuk. Na, mondjátok! Szóval, mi a helyzet? Mi van? Akkor miért jöttetek el tőlem? Miért jöttetek le egy izébe? El akartuk adni a falut. Eladni a falut? Mi akartátok eladni a falut? Wow, de ez a ti falutok, vagy nem tudom, de hát így... Wow, egy gazdag ilyen építkezőnek. Aha, egy gazdag ilyen építkezőnek el akarjátok adni a falut, értem. És akkor miért kell eljönni a föld alatt? Vagy nem tudom. És egy gyárat építenek ide. Egy gyárat akarnak a falu helyére építeni, és ti eladjátok a falut. Aha. Hát értem, és mi van ebben, vagy mi ez? Ami nem túl természetbarát. Aha, tehát egy nagyon környezetszennyező gyárat akarnak építeni ide a falu helyére, és ti ezért eladjátok a falut, mert gondolom sok pénzt jelent érte, és te úgyis elleneznéd. Hát ja, eléggé. Hát oké, akkor menjünk ki. Már elkelsz. Nem, megállítjuk, de alapból figyeljetek, már PC-re eladjátok a falut, azt. Ez itt így mi? Ez így hogy került ide? Ez így még nem volt itt az előbb, de... Mennyi idő, komolyan mondom, de... Mennyi blokk lett ez? Mennyi szép lett, srácok? De... Hallod? Mi a... Itt egy arab falusi, vagy nem tudom, az arabok nagyon gaz... Nem a... nem is... azok kik... kik azok, akik nagyon... De az arabok nagyon gazdagok, igen. Azt hiszem, hogy ők azok. Figyelj már, mi ez így? Ez így mi? Tehát, figyelj már ide. Oké, értem, hogy... Nem, meguntam. Nem, elmegyünk. Nem, problém. Igen, problém. Miért raktál egy nagy gyárat a falu helyére? Itt laktam ideig, engem meg se kérdeztek róla. És komolyan mondom, azt hiszem, hogy pénzért mindent meg lehet venni. Venni meg sok dollár. Nem, vinni el innen gyár, és kérni vissza pénzt falusiaktól, és menjél innen. És papír. Hát igen, hol van a papírod, hogy ezt meg lett engedve? A kormány megengedte neked, hogy csinálj ide ilyet? Te papír. Nekem papír, nekem tudod mi a papírom? Nekem a gyémántkardom a papírom, nem engedély. Nekem a gyémántkard a papírom, csak szólok. Szóval kérlek szépen, vidd innen a gyáradat meg mindent, mert baj lesz. Értve vagyok? Ennyi. Nagyszerű. Nem. Nem, dehogy nem. Na, szóval gyémántkard látod? Látod gyémántkard? Fájni jaj. PvP-zni akarsz? Rendben van. Én fölöm, aztán így is tolhatjuk a dolgokat. Hát jó van. Oké, és a gyerek is. Na figyelj, jönni hülye. Jó van, oké. Te akarni ezt én megölni? Rossz ember. Jaj, ne már kis. Könyörgöm, ne bánsd. Ne, kis, hagyd abba. Kis, hagyd abba, ne bánsd. Ne, csak kis, ne avatkozz közben. Mi az? Kutya gíros. Mi az, hogy kutya gírosz? Hagyjad már kutyámat, milyen kutya gírosz? Na, azt tudod, mit adok neked a gíroszból? Te leszel kutya gírosz. Na. A kutyámat hagyd ki az ilyen dolgokból. Na, szépen kapjuk el a srácot. De most komolyan, mi ez már, hogy eladják a izét, a falut és egy gyárat építenek a helyére? Azért nem. Azért környezetbarátok vagyunk lenni. Ilyenek. Na, álljál meg! Add meg magadat, hagyni abba, feladni. Na, azért mondom feladni. Na, ide figyelni. Feladni sok pénz. Jaj. Komolyan mondom, csere. Jó, oké. Na, figyelj. Elmondom a helyzetet. Na, látod? Vagy hallasz? Itt vagy? Haló? Csöndbe lenni egyenlő dollár. Nem. Na, ide figyelni. Ezt az egészet lebontani, amit dehogy... Lebontani, először dobni ki gyémántszett. Úristen mennyi arany. Nem, én nem lenni, nem. Nem gyémántszett. Arany fizet, nem, de mennyi arany már. Nem, ezt a gyárat lerombol. Szeretettel, hagyd már abba, nem szeretet. Nem, figyelj, szerettel, mi a szettel fizetni? Először vedd le a szettedet, érted? Tehát, hogy levertelek. PvP, vedd le a szettedet, dobd ide. Maga is. Na jó, megmondtam. Dobd le a szettedet! Most! Úgy, na, ennyi. Szóval, ne bántani, megcsinálni. Jó, végre.
Végre, oké, megcsinálni, na. Mondjad akkor megcsinálni, csináld. Gyerünk. Miért jó magának? Mi az, hogy miért jó magának? Azért, mert nem akarom, hogy ez legyen az egész faluból, és pénz vissza, igen, a falusiaktól visszaszerezzük neked a pénzt. Oké? Visszaszerezzük szépen a pénzt, és amúgy, ja, hívni barát. Jó, oké, hívni barát, hív fel akkor barát. Jól van. Na, a srácok, legalább el tudjuk intézni ezt a dolgot. Hallelujah, végre nagy nehezen rávettük, én már olyan szinten felidegesítettek minden Lassi tüntetni el innen. Mi? Most, oké, akkor eltüntetnek valamit, nagyszerű. Akkor eltüntetik a gyárat? Eltüntetitek a gyárat? Wow! Oké. Jó, eltűnt. Eltűnt a gyár. Ennyi idő volt idehozni, és szóval nem csodálkozom. Oké, jól van, eltűnt a gyár. Ez az. Oké, na, figyelj, menjünk szépen visszerezni neked a pénzdet. Pénzt most, jól van, nyugodj meg. Na. Visszerezzük a falusiaktól szépen a pénzdet. Sziasztok, falusiak! Cső! Na, hol van a pénz, amit a srác adott? Hol van a pénze? Na, mondjátok meg, melyik nem mondja meg, gyerünk, mondjátok meg, hol a gyár? Mi az, hogy hol a gyár? A gyár az el lett tüntetve, csak szólok. Na, szépen szerezzük vissza a pénzt, hol van? Tudja, hogy itt raktátok el való, itt a csesz. Itt van a pénzed, gyere! Gyere, falusi! Itt van lent, itt van a pénzed, nyugodtan vigyed. Nyugodtan pakolt ki az egészet, nyugodtan vigyed szépen elfele. Így is van, nagyszerű. Na, királyság! Szóval, visszakapta a srác a pénzét, nem lesz itt semmiféle gyár. Telefon lemerülni. Értem, nem kelleni. Ja, hogy lemerült a telefon és egyben eldobod. Akkor ezt vegyük már el. Jól van. Na, oké, srácok, hát eltűntetek a gyárat, a falusok biztos utálnak engem. De végig jogos dolgot. Lenni 63 more. Oké, nice. Na, szóval, srácok, hát a falusok biztos, hogy gyűlölnek most minket. De hát most ez így mi, hogy el akarták adni a falut, és egy gyárat építettek ide, ami ráadásul környezetszennyező, meg minden, szóval, ja, mindegy, srácok, vége ennek a videónak, köszönjük, hogy tudok, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha akartok ilyen videókat, akkor mindenféleképpen írjatok le a kommentbe, gyors, megkeressük Kist. Hogy azért ő is benne legyen az elköszönésben. Na várjatok, mindjárt oda megyünk. És a pénzzel mi lesz? Hát így jártok, amúgy nálam maradt egy csomó arra. Oké, jól van. Nem tudom, hát ez van, falusiak, hát ne adjátok el a falut. Na szóval, köszépen itt voltok, srác, itt volt velem, ki is? Itt voltak a falusiak, meg a többiek is, szóval, ja, találkozunk közebb. Sziasztok, jön meg ez a videó után, kezdjük a következő videóm. A Dani Kalandokon, ott találkozunk. Sziasztok!